a küldetés két nem természettudományos ambíciókkal velünk tartó tagja, látható itt a kamerában. Egy pár szó szóljatok magatokkal is, hogy miért is vettetek meghívva erre az expedícióra. Én egy egyetemen, egy karon és egy tanszéken dolgozom. Hargitai Henrikkel, az imént megszólalt. Ez a tanszék, ez három szakot működtet. Szakok közül én kettőben, a filmesben és a kommunikáció, média szakon is érdekelt vagyok. Ott is vannak óráim, ahol Henrik is tanít. Vannak közös óráink is többek közt. Miután itt a tanszéken belül folyamatosan figyeltük, megtudtunk Henriknek a masszimulációval kapcsolatos korábbi kalandjairól, hogy az az információ nem is ért váratlanul, hogy mehetne újra, de ahogy mondta is, egy teljesen magyar színmagyar legénység szervezése volna ennek a feltétele. És akkor én is felajánlottam, hogy ennek a megszervezéséhez vagy valamilyen fajta háttérkeret, esetleg anyagi biztonság szempontjából hasznos ötletekkel tudnék szolgálni, segítséget tudnék adni. Az a helyzetemből adódóan nem túl szellemes és különleges ötlet jutott eszembe, hogy hát csináljunk ott akkor filmet. Uh-huh. Ez csak a első reflexben, vagy reflexként tűnt, hogy magától értetődőnek, utána kiderült, hogy egyáltalán nem olyan könnyű a filmre pénzt találni, és ezáltal az expedíciót finanszírozni. Ha csak a filmes oldalát nézzük a dolognak, többek között, vagy még most is itt tartunk, tehát hogy a film utómunkálataira, forgalmazására és egyéb költségeire onnan szedünk fedezetet, ez még a jövő titka. Ettől függetlenül a film az mégiscsak keretet és egyfajta ürügyet adott a jelenlétünknek, és a film mellett akkor viszont szponzorál minket a Népszabadság, pontosabban elsősorban annak online változata, akivel én, mint régi szerzőjük, és olyan régen még rendszeres tévékritikusuk, jó kapcsolatban vagyunk. Tehát ilyen módon mégiscsak sikerült média támogatást szereznem, hanem éppen azt, amit akartam, és filmet is csinálunk, többé-kevésbé azt, amit akarunk. Én mondjam el magamat? Igen, légy szíves. Én pedig senkit nem ismertem a legénységből, kivéve a Tibort, régi családi barátság révén. Konkrétan ő az én édesapámat kereste meg a filmek az ötletével, még azt hiszem egy vagy két évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt. És akkor tulajdonképpen az Infostúdió, aminek az én apukám a producere, be is pályázott ezzel a filmmel. A Magyar Mozgókép Közalapítvány, az már 4K, de nem kapott semmilyen pénzt. És akkor hát úgy döntöttünk, hogy ilyen vagabund filmezésbe fogunk. Körön filmezés, talán ez jó szóra? Saját szórakozásra. Ezekkel a félprofi eszközökkel, amiket ez a dologhoz a stúdió holdudvarából be tudtunk mozgatni, azokat hoztuk és használtuk, és hát láttam én is, én meg egy filmrendezőcske vagyok. Én a Magyar Futball című filmet rendeztem két éve. Nem is lett egy rossz film, azt hiszem a Tibornak is tetszett, legalábbis nekem jókat mondott róla. És akkor hát ennek folyamányaképpen nagyon örömmel reggelkelt
kell, hogy legyek az operatőr. Most azért én annyit hozzátennék, hogy attól, hogy egy produkció terve nem kap közalapítványi nem jelent semmit. Finanszírozást, attól még utána lehet sikeres film, utána, hogy egy stúdió, és az Infork az ebből a szempontból már igen patinás stúdiónak számít a Magyar Palettán, fölvállalja. Tehát olyan film föltételezem most is fut, nem egy-kettő, amelyik nem kapott pénzt, de még a filmszemlén díjakat is fog kapni. Tehát a pénzt majd utólag, vagy valamilyen munkafázisba próbálja megszerezni, akár állami, akár magánforrásban. És mellett közben mi rávettünk benneteket egy másik filmre, és egy természettudományos ismert terjesztő filmre is. Igen, hát én azért mentem ebbe bele boldogan, mert szerintem átjárást lehet teremteni az egyesen között. Tehát amely képek, snittek, jelenetek esetleg ebből a kicsit szerzői, művészi jellegű fikciós, dokumentarista opuszba beleillenének, azokból minden további nélkül lehet egy ilyen tudományos ismeretterjesztőben is használni dolgokat, és hát én magam is ambicionáltam volna magamtól is, hogy hát tegyük már tisztába, hogy mi is az a terep, ahol vagy. Hát ha azzal, hogy a hírek szerint beindul végre Magyarországon egy természettudományos, illetve tudományos tematikus csatorna, hát ha talán piaca is lesz egy ilyen filmnek, hát sok ilyen filmnek. Elutaznátok-e a Marsra ezek után, amit itt láttatok két hét alatt? Ugyanaz a válaszom te Henriknek, hajszer ugyanaz, mert 4 gyerekem van. Neked is? És miután nem teszed fel a kérdést, hogy megyünk-e valamennyien, ezért ez így nem az igazi. Tehát, nem áll módomban őket, sem fél évre, sem 3 évre. Hát a rövid és hosszú variás. Felteszem ugye ezt a kérdést, ha ez nem lenne szempont, akármi miatt, tudom, nehéz elvonatkoztatni, de mégis. Akkor, amit itt láttál az alapján, meg amit ugye el tudtál képzelni az alapján, hogy be kell öltözni, meg ugye mérgező világ, meg ilyesmi. Itt mindig történik valami. Oda jött a vacsora. De jó, akkor meg tudom írni végre a füstjelzők. Ezek szerint a füstjelzők működőképesek. Kedves András, tiéd a kérdés. Tiéd a válaszadás. Hát nekem ugyan nincs gyermekem, de nagyon szeretnék közeljövőben. Úgyhogy a válaszom nekem is nem. Azzal a kitétellel, hogyha mondjuk a jövőben élnék, és még a BKV-s közlekedésnél is biztonságosabb lenne a marsi utazás, akkor persze, minden tovább nélkül. Valóban még az idődimenzió van, hogy hát viszont évekre, évtizedekre nem mennék. Tehát valóban, mint Henrik, turisztikai szempontból egy hetes látogatás, egy hetes utazással, mondjuk, ahogy az ember áthajózik az Atlanti-óceánon, az bőven belefér.